Sziasztok! Ebben a videóban a Barátod Carter című könyvről fogok nektek beszélni. Elsőként a borítóról beszélnék, hiszen ezt látjuk meg először egy könyvön, és mindig ez adja az első benyomást számunkra. Én személy szerint nem szeretem azokat a borítókat, amin egy random férfi vagy nő van. Úgy gondolom, hogy ennyi erővel akkor bármelyik könyvre rakhatnánk bármilyen férfit vagy nőt, és akkor kész a borító, le van tudva. Másnak tudom, hogy pont ez jön be, nekem ez annyira nem. A legnagyobb gondom a tetoválás. Van Carternek tetoválása, írnak is róla elég sokat, és pont ezért én nem így képzelem el ezt a tetoválást, nekem nem passzol Carterhez. Azt nem teljesen értem még olvasás után se, hogy miért fekszik abban az ágyban a kék párnákkal. Mindegy. A vonalazás viszont először nekem nagyon nem tetszett, ugye itt fölül is, illetve a könyv hátulján is vonalazva van, mint egy füzet, és nem értettem, hogy miért kaptunk egy vonalas füzetet a borítón. Azonban a könyvet elkezdtem olvasni, nagyon passzolt, tehát hogy megértettem, miért ezt találták ki, miért lett ilyen vonalazású, és szerintem nagyon passzol. Igazából már úgy nagyjából kibékültem ezzel a borítóval, nem lesz kedvenc, 5-ből 3 pontot tudok a borítóra adni. A cím, hát ez a Barátod Carter, ezzel a 2-s ponttal nekem nem esett le először, hogy mégis mit akar jelenteni. Én bevallom, hogy csak amikor elkezdtem olvasni, jöttem rá, hogy mikor is szoktuk ezt az írásmódot alkalmazni. És hát nagyon nagyot koppant ez. Nem tudom, miért nem jöttem rá egyből. És akkor jöjjön a könyv legfontosabb része, vagyis a történet. Én úgy kezdtem ennek a könyvnek neki, hogy egy könnyed kis limonádé történetet szeretnék, ennek teljesen meg is felelt, de azért voltak hibái, ami mellett nem tudok elmenni. Nagyon tetszett Arizona és Carter kapcsolata, ahogy kialakult, ahogy fejlődött, ahogy ők viszonyulnak egymáshoz. Az is tetszett, ahogy alakul a kapcsolatuk, azután a bizonyos éjszaka után, amit a főszöveg is emleget. Nem tetszett viszont az, ahogy ők rájöttek arra, hogy vonzódnak egymáshoz. A történet szerint 4. vagy 5. koruk óta a legjobb barátok, most végeztek az egyetemen, tehát tényleg nagyon régóta tart ez a barátság, és sose gondoltak egymásra úgy, mint nőre vagy férfira, csak mint barátra. És akkor van egy nap, egy tök átlagos nap, és akkor hirtelen most ők pont ugyanazon a napon rájönnek, hogy vonzódnak a másikhoz. Nem volt semmi előjele, nem volt felvezetés, és ez számomra nagyon hiteltelenné tette ezt a részt, és ez engem nagyon zavart. Ennél a pontnál úgy gondoltam, hogy nem is fog nekem tetszeni ez a könyv. Aztán visszahozta ezt az írónő, és szerettem egyébként, de azért ez szerintem egy óriási nagy hiba ebben a könyvben. A másik dolog, amit nem tetszett, hogy rengeteget hallhattunk arról, hogy Carter egyedül maradt, elhagyták a szülei, de nem tudtunk meg erről semmi konkrétumot, tehát úgy a levegőbe maradt ez a szála a történetnek. Szerintem a történet szempontjából nem lett volna annyira nagyon lényeges, hogy ez szóba kerüljön, de ha már szóba került, akkor igenis szerintem ezt sokkal jobban ki kellett volna fejteni, mert ez egy elég nagy hiányérzetet adott számomra. Több értékelésben is olvastam, hogy a történet végén lévő konfliktus túl van húzva, hogy fölösleges hiszti volt. Igazából én értettem azt, hogy Carter miért mondta azt, amit mondott, mi volt az ő hajtóereje, hogy ezt mondja, és én értettem Arizona reakcióját is. Jó volt olvasni, hogy élik meg ezt a helyzetet, hogy éli meg Carter, hogy éli meg Arizona. Az nem tetszett, amikor Arizona hazarepült, és Carter már amikor fogadta, akkor is nagyon ellenszenves volt, pedig végig úgy éreztem, hogy ő tudja, hogy mi az oka annak, hogy Arizona nem beszél vele annyit. Ennek ellenére a könyv végén mégis
inkább csak magát sajnáltatta, és ez nekem nem passzolt az ő karakteréhez. Összességében tetszett ez a könyv a hibái ellenére is, könnyed kis olvasmány volt, olvastatta magát, és azért izgalmas is volt. Nekem ez a könyv 5/4 csillagos. Én bátran ajánlom ezt mindenkinek olvasásra, aki csak egy kis kikapcsolódásra vágyik, és nem szeretne túl sokat gondolkodni egy könyvön. Ennyi lett volna már ez a videó. Sziasztok! Sziasztok! Ebben a videóban a... Sziasztok! Ebben a könyvben... A könyv tetején, illetve a hátulján vonalazás van, mint egy vonalas füzet. És én ezt először nem tudtam értékelni, hogy miért kaptunk egy vonalas füzetet borítóként. Hát nem iskolába járunk. Jó. És akkor hát jöjjön. Szia! Várjál, én akartam. Mindegy.